Köszöntöm Önöket! Évente 103 millió euró értékű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. Nem csak a kivitelt, hanem a behozatalt is növelni szeretné a két ország, hangzott el Kisvárdán az első magyar-ukrán agrárüzleti fórumon. Az árucsere forgalom növelése mellett többek között a borászatban és a biotermesztésben lát lehetőséget Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztériumának miniszter helyettese az együttműködésre. Hozzátette, a két ország politikai és diplomáciai közeledése után a gazdasági kapcsolatok is megújulhatnak a határmenti térségekben. Magyarország és Ukrajna agrárközpontú ország. Mindkét ország kedvező mezőgazdasági adottságokkal bír. Magyarország Európa éléskamrája hangzott el. Itthon jók termőhelyeink, kiváló és megbízható élelmiszerünk van. Ezt emelte ki a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Bitay Márton Kisvárdán, az első magyar-ukrán agrárüzleti fórumon. Közös érdeke a két országnak az agrárkapcsolatok megerősítése. Több mint 100 millió euró értékű agrár- és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. Az ukrán mezőgazdasági import mértéke eléri a 33 millió eurót évente. Ezt a forgalmat szeretné mindkét fél növelni. Nagyjából hasonló helyen vagyunk egymás életében Ukrajna, életében Magyarország, és Magyarország életében Ukrajna az agrárkereskedelem vonatkozásában. Nagyjából ez a 17-18, ha sorrendet kéne felállítani, 17-18. Helyen vagyunk egymás kereskedelmi, agrárkereskedelmi láncolatában, ami azért, hogy is mondjam, indokolatlan, hiszen azért annál sokkal közelebb vagyunk, mint hogy ilyen messzi, vagy ilyen középmezőnyben legyen az agrárkereskedelmi relációnk. Ezen szeretnénk fejleszteni, és annak érdekében került megrendezésre ez az első ukrán-magyar agrárgazdasági fórum is, hogy egy picit megismerjük egymást, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek a közelségből adódnak. Többször elhangzott, és logikus érvelésnek is tűnik, hogy miért a világ másik felén próbáljunk meg keresgélni különféle kereskedelmi kapcsolatokat, vagy legalábbis úgy meg pláne, hogy még a saját környezetünkben nem kutattunk föl minden lehetőséget. És most ezen a konferencián, kiállításon is már rögtön lehetett látni, hogy van nagyon sok olyan termék, van nagyon sok olyan termény, van nagyon sok olyan innováció, aminek a segítségével akár itt közvetlenül a határ mentén is tudnánk kereskedni, vagy jó gazdasági kapcsolatokat kialakítani. Úgyhogy erről szól ez a fórum, és azon dolgozunk, hogy próbáljunk meg elsősorban Ukrajnával, természetesen másodszorban kiemelt helyen a kárpátaljai régióval Magyarországot minél jobban a gazdasági kapcsolatok terén minél jobban összekötni. A két ország között most is élénk az árucsere forgalom. Természetesen azért évek óta vannak élő kapcsolataink. Ezek jellemzően agrárgazdasági kapcsolatokra, ha fókuszálok, akkor a szántóföldi növénytermesztés, erdőgazdálkodás, természet- és környezetvédelem, akvakultúra, állategészségügyi kérdések, élelmiszerfeldolgozóipari kérdések. Ezekben lehetne is azért nagyon sokat még fejlődni. Ne felejtsük el, hogy Ukrajna mezőgazdasági adottságai, természeti termőföld adottságai egyedül állóak itt ebben a régióban. Jobb és nagyobb kiterjedésű földminőséggel rendelkeznek például, mint Magyarország. Nagyobb agrárgazdasági céghálózatokban művelik, úgynevezett, vagy úgy mondhatnánk, hogy nagy gazdasági, nagyüzemi módon művelik a mezőgazdasági szántóföldi területeiknek a jelentős részét. Úgyhogy mi pedig inkább ugye a családi gazdasági modell felé haladunk. Tehát nem feltétlenül méretgazdaságban fogunk egymásra találni majd, az országaink mérete is más, hanem azt gondolom, hogy az egyéb lehetőségekben tudunk majd együttműködni. Most itt például a borászati kultúra az nagyon erősen jelentkezett, rengeteg bortermelő érkezett ide a kiállításra Kárpátaljáról is, és nagyon sokan érdeklődtek a magyar minőségi borok iránt, a hungarikumok iránt, úgyhogy én azt hiszem, hogy azért lesz itt lehetőség együttműködésre. A magyar élelmiszeripari technológiákat szívesen megismernék az ukrán agrárvállalkozások. Az akvakultúra fejlesztése, a borászat és a biotermesztés terén is terveznek kétoldalú együttműködéseket.
Azért emeltem ki elsősorban ezt a három területet, mert Magyarországnak hagyománya és tapasztalata van például a borászatban. Kiemelkedő és sikeres ország jó minőségű termékei vannak, a két ország termelői szakmai tapasztalataikat megoszthatnák. A biotermesztésben pedig a magyar termelők előrébb járnak, elsősorban a felügyelet, az engedélyezés és minősítés terén lehetne tanulni a magyar termelőktől. Az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felelőse Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Ez a közös munka megindult, ugye nagy lökést adott tavaly novemberben a két miniszterelnök közös találkozója Debrecenben. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen akkor kijelöltük az irányokat, az irányoknak megfelelően megindultak a bilaterális tárgyalások. Én is kim voltam nem olyan rég Kijevben, ahol a miniszterelnök helyettes úrral tárgyaltam, és az érintett miniszterek közül az infrastruktúrális miniszterrel. Azt kell mondjam, hogy az a fontos infrastruktúrális fejlesztéshez szükséges együttműködési szándék az megvan. Ez a legfontosabb, mert eddig néha-néha voltak problémák, hogy nem egy irányba néztünk, más szakaszokat próbáltunk kijelölni, és most egyértelmű, hogy merre tovább. Én azt gondolom, itt a közös határa kötött segélyhitel program keretében történő fejlesztések azok mind jó irányba haladnak. A miniszter megerősítette a két ország gazdasági kapcsolatainak megszilárdításához szükséges infrastruktúrális fejlesztések hamarosan elkezdődnek. Ezek segíthetik a két ország közötti mobilitást. Mind a két kormány, illetve mind a két állam nyitott arra, hogy itt a mobilitást megfelelő módon gyorsítsák. Természetesen a schengeni határ által adott korlátozásokat, szigorításokat be kell tartanunk, azokat nem tudjuk átlépni, de akár a kis határátlépés vonatkozásában, akár az infrastruktúrális fejlesztések meglétével határnyitvatartás hosszabbítás, esetleg új határ megnyitása vagy bővítése, ez mind nagyon fontos lépéseknek az elején vagyunk. Én nagyon fontosnak találom az M3-as ukrajnai határmetszési pontjának a kijelölését, azt hál' Istennek sikerült megtennünk, és elkezdtük az esetleges új Tiszahíd építésének az előkészületeit, illetve a tervezésnek az előkészületeit, mindig fontos lépések. Ezeket a fejlesztéseket még ebben az évben elkezdhetik. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásokat támogató programjára már regisztrálhatnak a Kárpátalján működő magyar cégek. Én azt gondolom, hogy ezzel olyan likvid forrásokhoz tudnak jutni, ami a vállalkozásuk beindításához vagy stabilitásához szükségesek. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépések. Itt nem nagy pénzekről van szó, itt inkább a darabszám alapján lesz egy nagyon komoly fejlesztési lehetőség a térségnek. A két ország termelőit is segítheti az a logisztikai központ, amely a Tisza Európai Területi Társulás térségeket érintő fejlesztési programjában is szerepel. A társulás is hozzájárulhat a határmenti régiók gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséhez. Olyan partneri együttműködések lehetségesek, amelyben a területi társulás is tud közvetítő szerepet betölteni, hiszen van irodánk Kisvárdán, Ungváron is, tehát az üzletemberek bennünket is megtaláltak, és nagyon szívesen közvetítünk a kamarák, az agrártermelők között. Azon kívül a fejlesztési stratégiánkban, amely most készült el az elmúlt időszakban, külön kiemelten foglalkozunk az agrártermeléssel, az agrártermelők együttműködésével. A következő fórumot Kijevben tartják június 7-e és 10-e között, ahol a két ország agrárkamarai szervezete együttműködési megállapodást ír alá Magyarország és Ukrajna mezőgazdaságának fejlesztésére. Önkéntes környezetszépítő programot indított a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete mintegy 30 település csatlakozásával. A kezdeményezés azért nagy jelentőségű, mert a becslések szerint csak Kárpátalján mintegy 3 millió tonna hulladék van szétszórva. Ebből évente mindössze 200 ezret tudnak összegyűjteni a hatóságok. Önkéntes fiatalok szedik a szemetet Beregszászon a Vérkepatak árterében. A KMKS ifjúsági szervezetének kezdeményezéséhez mintegy 30 település csatlakozott. Az ifjúsági szervezet 3 év alakult újjá, és nagyon fontosnak tartjuk olyan rendezvényeknek a támogatását, ami a kárpátaljai magyar közösség javát szolgálhatja. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen környezetszépítő mozgalom az teljes egészében nemzetiségtől függetlenül érdeke mindenkinek, ezért első perctől a kezdeményezés mellett állunk, és igyekszünk maximálisan kivenni részünket a szervezésből.
A szemétszedéshez csatlakozott Hídvég Üstös Pál, a Tisza nagykövete, aki Beregszászra is egy tradicionális velocipéddel érkezett kerékpáros barátaival. Nagyon öröm volt számomra, hogy részt vehetek az elmúlt évek során, mondhatnám több mint 10 éve. Szólított meg a Tisza, és hát igazából az a cián szennyeződés, amelyre mindnyáján emlékszünk, arra a szomorú esetre, szomorú napokra, amely a Tisza életét egy picit meghatározta, de azt tudjuk, hogy regenerálódott. És hát én magamról azt tudnám elmondani, nem dicsekvésképpen, hogy ismerem a Tiszának Tisza vízének az ízét, illetve a mellékfolyóknak az ízét az úszásom során megízleltem, és csak azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon nagyszerű kezdeményezés, és hát hajrá, és sok egészséget, Isten áldását kérem, hogy valóban nagyon sok embert megmozgasson, sokan fölkapják a fejüket, és végre fölébredjenek, hogy nem mindig minden a pénz, hanem önmagunk körül, úgy a házunk táján, ha rendet tartunk, akkor a környezetünket is rendben kell tartani. Ez nagyon nagy felelősség, a fent élő tiszavidékiek felelősek az alsókért, meg a felsőkért, úgyhogy azért jöttem én is el, illetve szólítottam meg barátaimat felső tiszavidékről, Takár Károlyékat kis csapatával, és hát beszálltunk a Beregszász vérkeparti szemét gyűjtésbe. Itt a legfontosabb szerintem, az én tapasztalataim szerint, a megelőzés. Megelőzés nem csak mi emberek, hanem azok a cégek vagy cégvezetők, akik gyártják a hulladékot. Ugye ez elkerülhetetlen, hogy ne kerüljön a polcokra. Föl kell készíteni az embereket. Sokszor hallom azt a példát, hogy hát kidobálják, nincsenek hulladéklerakóhelyek kiépítve. Nyilván ez közös felelősség, hogy felkészíteni egymást erre a hulladék mennyiség állapotra. Kellő tájékoztatást von maga után. Én legalábbis ezt tapasztaltam, és akkor ezt a gyönyörű természetet, amit Istentől kaptunk, ezt így tudnánk megóvni. Ez nagyon nagy felelősség valóban, hogy amit kaptunk szépapánktól, hőkapánktól, dédapánktól, nagyapáinktól, ezt hátrahagyjuk a gyerekeinknek, és eleve úgy neveljük őket, ahogy az a nagy könyvben, a Szentírásban meg van írva, hogy felelősség teljesen, figyeljünk oda egymásra és a környezetünkre. Gyakran óriási mennyiségű hulladék érkezik a Tiszán Magyarországra, így történt ez az idei jeges árhullám levonulásakor is. Ukrajnában ugyanis a hulladék kezelése még mindig nagy problémát okoz. A becslések szerint csak Kárpátalján mintegy 3 millió tonna szemét van szétszórva, ebből évente mindössze 200 ezret tudnak összegyűjteni a hatóságok. A térségben egyetlen hulladékfeldolgozó üzem sincs, tájékoztatott Kárpátalja kormányzó helyettese. Ugye tudják, hogy a gazdasági helyzet miatt sajnos az államnak nincs arra pénze, hogy megépítse ezeket a feldolgozó üzemeket. Ezért szeretnénk külföldi európai vállalkozókat bevonni, de sajnos a gazdasági helyzet miatt talán kevésbé aktívak most, és ezért próbálunk európai uniós pénzeket is felhasználni, pályázni a beruházásokra. Szabó István, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnöke úgy véli, a hazai tapasztalatok átadásával sokat lehet segíteni északi szomszédunknak. Tudjuk jól, hogy a természeti katasztrófák és az emberi kártétemények következményei nem, annak hatásai nem tartják tiszteletben az ország határokat. Mi az ország olyan részén élünk, amely határos a Tisza vízgyűjtő területével, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy összefüggő ökoszisztéma, amelynek része Szabolcs-Szatmár Bereg megye, tehát minden hasonló a természetvédelemmel, a természeti környezet tisztántartásával, a környezeti károk megelőzésével összefüggő akció épp úgy érdeke Szabolcs-Szatmár Bereg megyének, mint a Kárpátalján élő embereknek. A Tisza területi együttműködés az szervezeti értelemben is szimbolizálja ezeket az összefüggéseket, és kereteket, lehetőségeket biztosít az együttműködésre, a tapasztalatok átadására, hiszen nekünk a hasonló akcióban már több éves gyakorlati tapasztalatok,
tapasztalataink vannak, mi több az itt elhangzó problémafelvetésekre mi már megtaláltuk a választ, hiszen a települési szilárd hulladék, a környezet ilyen módon történő védelme, a települési szilárd hulladék szállítása, gyűjtése, lerakása, szelektív gyűjtése területén igen komoly megyei tapasztalatok vannak, egy jól működő és hatékonyan működő rendszert üzemeltetünk. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatátadásra is készek vagyunk, és hasonló rendszer kiépítésében is partnere lehet Szabolcs-Szatmár Bereg megye Kárpátaljának. A KMKS ifjúsági szervezetének hulladékgyűjtési akciója Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati kommunikációjáért felelős kormánybiztosság közös szervezésében valósul meg. Grezsa István kormánybiztos szerint a kezdeményezés hosszú távú célja a szemléletváltás, mivel a környezet tudatosság nagyon nagy hiányosság itt Kárpátalján. A Tiszta Kárpátaljáért mozgalom, legalábbis reméljük, hogy mozgalommá terebélyesedik, az nem csak abból áll, hogy szemetet szedünk Kárpátalja számtalan pontján, nagy a társadalmi érdeklődés, sokfelől jöttek csoportok, önkéntes csoportok, hanem egy másik fontos része egy olyan gondnoki szolgálat, amely egész évben karban tartja azokat a magyar turisztikai emlékhelyeket, amelyek ugyanolyan szemetesek voltak, mint sok más egyéb helye a területnek. És ez a gondnoki csapat több nyelv információs táblákkal is ellátja ezeket a turisztikai célpontokat. A kezdeményezés nyitó rendezvényén jelen volt a keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár is, aki kérdésünkre elmondta, a magyar kormány minden eszközzel igyekszik segíteni a Kárpátalján élő magyarságot. Mindent megtesz a magyar kormány, különösen a külgazdaság és külügyminisztérium azért, hogy 150 ezer magyarnak jobb sorsa legyen Kárpátalján. Nem csak nyelvtörvényről, nem csak oktatási törvényről beszélek, én messzebbről kezdeném. Vannak gazdaságfejlesztési programok, vannak olyan programok, amelyek gyermekeket üdültetnek, most már a harmadik 700 fős csapat szervezését folytatjuk. Én nem becsülném le ezeket, ezek is nagyon fontosak. A magyar kormány azt is megteszi, hogy az ukrán résznek is segít, a konfliktusból sérülten, sebesülten érkezett katonatiszteket gyógyítjuk Magyarországon, operációkat hajtanak végre. Most van a második 25 fős csoportnak a szervezése. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy felhívja a ukrán tárgyaló partnerei figyelmét arra, hogy európai környezetben nem hiszem, hogy fontos lenne az, hogy kettős állampolgárság negatív az ukrán fél szerint. A kettős állampolgárság Európában egy bevett tényező. Nem értjük teljesen, hogy az ukrajnai vezetésnek ez miért nem tetszik. Hiszen május 11-én az Európai Tanács döntött, Ukrajna megkapta a vízummentességet, júniustól a biometrikus útlevéllel rendelkezők 90 napra, fél évente Európába utazhatnak. Természetesen nem munkavállalásra, hanem turisztikai, üzleti egyéb céllel. A kettős állampolgárság ebben a kontextusban elveszte a jelentőségét, de erről meggyőzzük az ukrán tárgyaló partnereinket. Mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter minden szinten felveti ukrán tárgyaló partnereinek, hogy a nyelvtörvényt, az oktatási törvényt úgy alakítsák, legyenek szívesek, ez természetesen kérés feléjük, hogy ez a nemzeti kisebbségeket ne érintse hátrányosan. Elemi érdek, hogy megmaradjon az, hogy magyar nyelven lehessen ügyet intézni, magyar nyelven lehessen oktatni Kárpátalján. Kettős hazai sikerrel zárult a Magyarország és Kárpátalja utánpótlás rögbi válogatottjai közötti találkozó. A Mendokon megrendezett páros meccsen a 16 évesek csapata 73-0-ra, a 18 évesek együttese pedig 45-12-re verte határon túlról érkezett ellenfelét. Ugye
Nem a mérkőzések eredménye a lényeges, hanem elsősorban az, hogy fejlesszük a játékosokat és mindenki tanuljon. A fiúk nagyon sokat tanultak ezeken a meccseken, volt egy-két nagyon szép támadásunk és célunk is. A védekezésünk is nagyon jó volt, nagyon boldog vagyok, hogy így teljesítettek a játékosok. Milyen szinten van a magyar utánpótlás, milyen mélységből lehet meríteni? Egy éve vagyok Magyarországon, most már látom, hogy milyen képességűek a játékosok, milyen lehetőségeink vannak. A 16 éves csapata nagyon szép jövő előtt áll, bízom abban, hogy szép sikereket érnek el, és általuk jó irányba halad a sportág. Két mérkőzés játszott a kárpátaljai válogatott, a magyar U16 és U18-as válogatott, a két vereség lett a vége. Jobbra számítottak? Minden edző arra számít, hogy győz a csapata, de amikor a különböző szintű együttesek játszanak, akkor jóval nehezebb nyerni. Egy nemzeti válogatott ellen játszani nehéz volt, de nagyon örültünk a lehetőségnek. Milyen szinten van Ukrajnában, pontosabban Kárpátalján a rögbi felnőtt szinten és utánpótlás szinten? Kárpátalján a rögbi nagyon fiatal. 3 éve alakult az első csapat. 6 együttes van nálunk, a játékosok zömében 20 év alattiak. Nagyon intenzíven fejlődünk. Minden alkalmat megragadunk, hogy nálunk erősebb együttesektől tanulhassunk. Nagyon sok meccsünk van odahaza, és elfogadjuk a meghívásokat is. Úgyhogy bizakodva tekintünk a jövő elé. Lesz ennek az együttműködésnek folytatása? Már 3. alkalommal vagyunk Magyarországon. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a magyar rögbisekkel, és nagyon örültünk ennek a meghívásnak is. Mándokon már 2. léptünk pályára, és voltunk Esztergomban is. Kaptunk újabb meghívásokat, de azt is szeretnénk, hogy a magyar válogatott jöjjön Kárpátaljára játszani. A tárgyalások már folynak ez ügyben, és remélem, mi hamarabb vendégül láthatjuk a magyar csapatot. A kárpátaljaiak 18 éves játékos annak örült, hogy a 2. fél időben már felvették a versenyt a vendéglátókkal. A magyar válogatott egy nagyon erős csapat. Dinamikus játékra számítottunk és bizakodtunk a győzelemben. Nem így sikerült, de nagyon jó meccset játszottunk. Ungváról érkeztem, nálunk nagyon jó a rögbi, nagyon aktívak vagyunk. Most nem sikerült győznünk, de a 2. fél időben már jobban játszottunk. Szeretném a csapatomat a legmagasabb szintre juttatni, jó lenne a világbajnokságon tudnék játszani, az álmom pedig az, hogy pályára léphessek az új-zélandi válogatott ellen. A tavalyi Európa-bajnoki selejtező után most 2 korosztályos válogatott meccsnek adott otthon Mándok, és talán el lehet mondani, hogy ez a 2 mérkőzés is nagyon jó reklámja volt a sportágnak. Természetesen most már úgy tűnik, hogy itt Kelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is kezdik megismerni és megszeretni a rögbit. Úgy tűnik, hogy 2 településsel meg is egyezünk abban, hogy az iskolájukban 2 sportszerető településen, Gyulaházán és Mándokon az iskolába is elhozzuk ezt a sportot, hiszen nem kell félni tőle, mindenki azt mondja, hogy jaj, most mi lesz a focival, a kézlabdával, nem, semmi nem lesz, se a kézlabdával, se a focival, nem mindenki focista, nem mindenki kézlabdás, nem mindenki kosaras, nem mindenki vívó, evező, stb. Bármilyen sportot mondhatunk. A rögbi egy olyan sport, ami, ahogy láttátok ti is, hogy nagyon sokféle karaktert igényel. Tehát aki nem jó focistának, aki egy kicsit zömökebb, aki egy kicsit másként gondolkodik a sportról, de csapatember, közösségi ember, annak való. Úgyhogy azon, hogy jó reklám volt, reméljük, hogy ezt a fehér foltot is föl tudjuk számolni a magyar rögbi térképen, és hamarosan itt is már játszhatják, a gyerekek nem csak nézhetik. Talán egy picit a sporton túlmutató üzenete is volt annak, hogy a magyar válogatott Kárpátalja válogatottjával játszott. Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk, és tudatos volt a választás. Nagyon sokat segít, igyekszik segíteni Magyarország a magyar kormány Kárpátalján. Most ők segítettek nekünk, hiszen mindenki csapatunk felkészülésben van. A kezdeti megilletődöttség után az U18-as meccsnek a 2. fél idejét meg is nyerte a kárpátaljai válogatott. Úgyhogy nem gyenge játékerőt képviselő csapatról beszéltünk az U18-ban. Gyulaházán remek napokat töltött a válogatott, igazán profi felkészülési körülmények voltak itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úgyhogy ez kiegészülve a kárpátai csapat játékával tökéletes felkészülést adott a fiataloknak az EB-re. Önök a Határtalanul című magazinunkat látták Ukrajna és Magyarország együttműködéséről. Én köszönöm szépen a figyelmet munkatársaim nevében is, viszontlátásra!
A műsor támogatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium.